Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Amikor hát most már két héttel ezelőtt a Jobbik egyik képviselője éppen arról értekezett az országgyűlésben, hogy hogyan is kellene az ország, de legfőképpen a parlament és a kormány zsidó tagjait listázni, összeírni, feljegyezni. Nos, utána azért nagyon sokan most már komolyan elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan is lehetne politikailag, vagy akár jogilag karanténba zárni az ortas eszméket, az ehhez hasonló vadabb ötleteket, ami még az ötlet kifejezése a legszerencsésebb, tehát inkább azt mondom, az ordas eszméket. Nos, ehhez a sorhoz kapcsolódik Szili Katalin javaslata is, aki 3 év börtönnel büntetné az ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket. Szili Katalin a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok önnek és a kedves televízió nézőknek is. Egész pontosan úgy fogalmazott, hogy aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzetet, vagy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, illetve a lakosság egyes csoportjait megsérti, ellenük gyűlöletre izgat, uszít, vagy olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas bennük félelemkeltésére. Hát ezek a passzusok a jelenlegi BTK-ban is szerepelnek. Szeretném rögtön tisztázni azt, hogy a jelenlegi BTK-ban van a 269. szakasz, ami valóban azzal a címmel, hogy közösség elleni izgatás egy olyan törvényi tényállást tartalmaz, amiben mi az elkövetési cselekményeket bővítettük, és ha már szerkesztőasszony volt olyan kedves, és az elején fölvezetésként említette azt, hogy mik azok a cselekmények, amelyek az elmúlt időszakban elgondolkodtatásra sarkaltak, vagy elgondolásra politikusokat, közéleti szereplőket, akkor azt kell, hogy mondjam önnek, hogy számomra olyan furcsa volt, hogy néhányan széttárták a karjukat, hát nem igazán lehet semmit tenni, tekintettel arra, hogy erre nincs semmilyen olyan törvényi tényállás, ami gyakorlatilag eljárást eredményezhet. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak és kizárólag ez az egy eset, hanem én azt gondolom, hogy összességében az elmúlt években a feszültségek tekintetében is voltak olyan esetek, amiben mi úgy gondoltuk, hogy az elkövetési cselekményeket kell kibővíteni. Eddig, ahogy említettem önnek, a közösség elleni izgatás címet viselő 269. szakasz, az az uszításról szólt mindösszesen. Ezért mi a saját szakértői csapatunkkal, illetőleg büntetőjogász, bíró, illetőleg bírósági szakembereknek a bevonásával úgy gondoltuk, hogy ezt jó lenne kibővíteni. Egyrészt tisztázni azt is, hiszen az izgatás és az uszítás nem egymást fedő fogalmak, és hát a címben, illetőleg a törvényi tényállásban ez a két egymást nem fedő fogalom szerepelt. De egymás pandantjaként ráadásul, hogyha jól emlékszem rá, tehát mintha egymásnak a szinonimája lenne. Pontosan, hogy... teljesen igaza van önnek, és éppen ezt erre bírók is felhívták a figyelmünket, hogy önmagában az izgatás és az uszítás nem egymást fedő, vagy nem párhuzamosan létező fogalmak, mindegyik egészen mást fed, hiszen önmagában az izgatás az egy alapvetően érzelmi indulatot táplál, ugyanakkor az uszítás az már magába foglalja azt is, amit esetlegesen egy cselekmény követhet. Pontosan ezért mi egyrésztről a címet tisztáztuk, és közösség megsértése címet viseli most ez a passzus, amit mi javasoltunk, illetőleg benne szerepel a megsértés, a gyűlöletkeltés, illetőleg a félelemkeltésnek az elkövetési magatartása is, hiszen úgy gondoljuk, és arra csak úgy felhívnám a figyelmet, hogy volt, aki olyan főcímmel tálalta, hogy mi most a nemzetet is védelem alá veszük, ez eddig is így volt. Ez szerepelt benne, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes dolog. Én ezt úgy értelmeztem, hogy mert valóban a nemzet kifejezés szerepel az önök De szerepelt az eredetiben is. De én ezt úgy értelmeztem, hogy a vallási, fai, bármilyen kisebbségi csoporthoz tartozók, evidencia, hogy a nemzet részei természetesen, tehát ez közösségeket, érteni, pontosan, és a közösségeket kívánja védeni. Akkor még egyszer, tehát még tovább pontosítom. Ez egy felsorolás, amiben ez tehát véletlenül nemzet... se úgy értsük, hogy egyszer védjük a nemzetet, és akkor védjük még egyébként a vallási, fai, bármilyen egyébként ebben alapot. A felsorolásban a nemzet is, tehát az eredeti szövegben is ugyanúgy szerepel a nemzet is. Ebben lehet, hogy egy elég széleskörű jogelméleti vitát kellene majd folytatnunk, hiszen a 269. szakaszban az eredetiben is úgy van, hogy a nemzet, és akkor a B pontban szerepel a faji, etnikai és a további felsorolás. Nekem ez az egész csak akkor tetszik,
már nem mintha számít, hogy nekem mi tetszik, vagy mi nem, hogyha a nemzet a nagyobb halmaz, és abban, van, benne, és abban van benne van az összes annak, többi. Így van, pontosan. Tehát ami a mi célunk volt az alapvetően az elkövetési magatartásoknak a kibővítése, pontosan azért, hogy ne fordulhasson elő az, hogy bármilyen cselekmény esetén széttárjuk a karunkat, és azt mondjuk, ja, hát erre nincs büntetési tétel, nincs szankció, ezért ezt nem lehet szankcionálni. Megjegyzem, hogy képviselőtársaimmal is, és több közéleti személyisége is azért jó néhány vita lezajlott, de ez azt hiszem az elmúlt 20 esztendőnkre is jellemző volt, hogy önmagában azok a konkuráló alapjogok, mint amilyen a szólásszabadságához fűződő jog, illetőleg az emberi méltósághoz fűződő jogunk, ez hogyan illeszthető úgy össze, hogy ebből véletlenül se csorbuljon egyik sem, holott például az izgatás esetén természetes, hogy az például a szólásszabadsággal történő visszaélésnek is tekinthető. Tudja, én ezt csak úgy, mint ahogy hogy, tehát ismerem annyira az ön munkáját, hogy pontosan tudom, hogy mind a ketten évek vagy évtizedek óta felháborodunk az ilyen eseteken, vagy inkább azt mondom, hogy értetlenül állunk. Hány olyan, tehát az elmúlt években hány olyan eset volt már, hogy miközben itt ebben a stúdióban is alkotmányjogászok elmondták feketén-fehéren, hogy nincs ilyen, tehát van egy teljesen világos határvonal, hogy meddig mehet a szólásszabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága, és honnantól kezdve az emberi méltóság megsértése. És ezt tőlünk pár kilométerre környező országokban, mert nagyon régóta világosan tudják alkalmazni. Mi miért nem? Tehát én mindig úgy érzem, hogy valahogy keresik a kiskapukat azok, akik dönthetnének arról, hogy ezt tovább nem. Igen, és tulajdonképpen ami engem elgondolkodtatott, hogy nekünk nem szabad csak ott megállni, hogy szülessen egy olyan parlamenti döntés, hogy vezetessük ki azt a képviselőt, aki mondjuk hasonló cselekedetet követel, hiszen önmagában egy képviselőnél nyilvánvaló, hogy még a példamutatás is elvárható. Így mi tulajdonképpen ezzel a bővítéssel, amit a jogszabály módosításával el szerettünk volna érni, az alapvetően pontosan ennek az érzékenységnek a növelése is, ugyanakkor annak a biztonságát megadja, hogy a bírói elbírálásban az összes körülmény tekintetében nyilvánvaló meghozhatja azt a döntését, ami elvezethet oda, hogy ennek milyen szankciója legyen. Önmagában a keretet szerettük volna megteremteni ahhoz, hogy lehessen egyáltalán odáig eljutni, hogy ezt a bíróság az összes körülmény figyelembevételével vizsgálhassa. De ez a keret, mintha most is meg lenne, csak mindig elkezdjük csűrni, csavarni a különböző passzusokat, hogy ebbe ez is beleértendő, abba az meg nem igazán értendő bele, pedig nekem ez még leírva is teljesen világos. Biztos emlékszik arra a bírósági ítéletre, amikor itt Budapesten egyik kerületben, egy pince helyiségben egy náci propaganda filmet vetítettek le. És annak a bírósági ítéletnek az lett, vagy az lett a bírósági ítélet, tehát a folyamat vége, hogy ez onnantól kezdve lenne uszítás, hogyha bizonyítható az, hogy a közeg befogadó. Tehát ezt én ugye úgy tudom lefordítani, hogyha ott megnézik a náci propaganda filmet, a közeg, tehát akik oda mentek, majd kivonulnak az utcára, és abban a pillanatban elkezdenek ölni, lőni, akkor hát befogadták ezeket az eszméket. De ha éppen nem ölnek, lőnek, akkor nem bizonyítható. Miért ment oda? Tehát nem történész hallgatók mentek oda kutatási célból. Tehát ezek olyanok, hogy így csavarjuk, csűrjük a betűket, holott nem biztos, igen, én kellene. Azt gondolom, teljesen világosan meg lehet önmagában fogalmazni azt a törvényi keretet, vagy azt a jogszabályi keretet, amiben véleményem szerint, ha bármilyen történik, abban az esetben egy feljelentést követően a bíróság vizsgálhatja az összes körülményt. Hozzáteszem, hogy nálunk például vita volt abban is, hogy lehet-e a félelemkeltést ebbe a sorba bevenni. Szerintem igen, mert ugyanúgy például a garázdaságnál is találunk hasonló elemeket. Ez szerintem nagyon fontos lenne az, hogy esetlegesen a parlament, és ha mi már elérjük vele azt, hogy egyáltalán beszéljünk erről, és ne azt tekintsük, mint egyik képviselőtársam mondott, hogy hát nem kéne vakargatni ezt a jogszabályi keretet, vagy egyáltalán a BTK-nak ezt a szabályát, hiszen ez nagyon sok érzékenységet takar. Én azt gondolom, hogy nem ettől kell félnünk. Nekünk egyszerűen azt kell megteremtenünk. Ezt ki mondta, hogy ne vakargassuk, mert hát érzékenység? Mondom, volt ilyen jogképviselőtársam is. Én azt gondolom, hogy
ezek azok a kérdések, amiről nekünk nyilvánosan kell beszélni. Ha nem jutunk oda, én annak örülnék legjobban, nem lenne ilyen jogszabályra szükség, mert mindenki betartaná azokat a szabályokat, amelyek egymás méltóságának, egymás emberi mi voltának a tiszteletben tartását azt teljesen normálisnak tartja. De ha már ez egyáltalán nincs, akkor én azt gondolom, hogy szükséges arról gondoskodnunk, hogy egyáltalán a parlamentben erről egy vita folyjon, és teremtsük meg annak a kereteit. Ha ilyen jellegű visszaélések vannak, ahol emberi méltóságok sérülnek, akkor szerintem ezt nekünk mindenképpen meg kell teremteni, és egy jogalkotó nem mondhatja azt, hogy azért nem tudunk eljárni, mert erre nincs jogszabály. Akkor a parlamentnek hát akkor pontosan arra az a feladata, hogy vizsgálja meg azt a mai körülményeknek megfelelően is, hogy szükséges-e egy ilyen jogszabálynak a megalkotása, vagy egyáltalán a ma meglévő fedi azokat a kereteket, amelyek az emberi életviszonyokban azt a megteremtik, ahol a társadalomban a kiegyensúlyozott és egymás méltóságát tiszteletbe tartó folyamatok zajlanak. Van jogszabályunk arra, hogy alakzatban masírozni, másokban félelmet kelteni, fegyveres erőt játszani nem lehet? Van. Van erre jogerős bírósági ítélet? Van. Hétvégén mégis gárdalvatás volt? Igen. Hát igen, ez egy nyilván egy másik terület, amit főszerkesztő asszony mond, de ez önmagában az, hogy ezeknek a jogszabályoknak az érvényesítése hogyan történik. Én azért nagyon remélem, hogy sikerül nem csak a jogszabályi keretekben, hanem a társadalom köznyugalmát is figyelembe véve olyan magatartást tanúsítani, ahol nem történik kirekesztés, gyűlölet, egymás megbélyegzése. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lenne, hogy ez a társadalmi béke ez megszülessen. Mi is ezt céloztuk. Önmagában az, hogy egyáltalán beszéljünk erről, szükséges-e, ha igen, akkor változtassunk, mi egyszerűen ezt szerettük volna, ezt a figyelmet felkelteni. Teljesen más téma, de hát ez a mai napon a költségvetés, a jövőbeli költségvetés elfogadásának napján egy gondolat erejéig, mivel én még nem hallottam önt megnyilvánulni a jövőbeli költségvetésről, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményéről. Milyen Magyarország 2013-as költségvetése? Én azzal kezdem, hogy én nem szavaztam meg. Azért sem szavaztam meg, és volt egy még a júliusi időszakban egy rövid felszólalásom, amiben én önmagában azokat a kereteket kérdőjeleztem meg. Ugye most is látható, hogy 1%-os növekedés, 5% feletti infláció az, ami azoknak a kereteit meghatározza, ami a költségvetést jelenti. És véleményem szerint önmagában az a tartalék, amit a parlament képezett, az nyilvánvaló, hogy ezeknek a nem teljesülése, az gyakorlatilag annulálni fogja. Nagyon fontos lenne nem abból az alapelvből kiindulni, ami a munkahelyek teremtését gondolja, mint a gazdasági növekedésnek egy kulcsát, nem fordítva a gazdaságot kellene beindítani. Egyébként egy javaslatot mi tettünk két héttel ezelőtt a Szociális Unió, egy négy kulcsos adórendszert tettünk a parlament, négy kulcsos adórendszert. Erről még nem nagyon volt alkalmam beszélni, amiben az alsó kulcs 750 ezer forintig az alapvetően adómentes, ami azt jelenti, hogy mint a 80-as években a németországi rendszer, amilyen volt, hogy az, ami egyébként az embereknek a hétköznapi regenerálódásához szükséges minimális jövedelem, azt nem tekintjük jövedelemnek, csak az e fölötti összeget, a legmagasabb kulcs az pedig 35%, ami azt jelenteni, hogy összességében 220 milliárd forintos plusz bevételt jelentene ez a széthúzása az adórendszernek, ami egyébként az indokolásba bele is írtuk, hogy szerintem ma nagyon fontos lenne, hogy ne pontosan azokat az embereket sanyargassa tovább ez a rendszer, akik már tényleg a hétköznapokban a megélhetésért küzdenek és a napi gondokkal küzdenek, hanem egyszerűen a társadalmi szolidaritás az ne csak szöveg legyen, hanem tényleg tegyünk azért, hogy akik tehetősebbek, azok többet tudjanak annak a közösségnek, amit társadalomnak hívunk az asztalára tenni. Hát pedig marad az egykulcsos, az biztos, politikai szándék minden jele erre utal, és a 220 milliárd pedig nem lenne rossz a költségvetésnek. Hát egyszer csak lesz majd belátás, vagy felismerés, én ebben bízom. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Áldott ünnepet kívánok önnek és a kedves televízió nézőknek, és én köszönöm a lehetőséget.